Igazából a szakmaválasztással kezdődött a történet. Nekem a lábaimmal problémák vannak, tehát én nem tudok sokat gyalogolni, sokat állni. Ezért kellett olyan szakmát választani, ami ülő tevékenységgel jár. Két lehetőség volt, a szabó és a cipész. Hát a szabó az nagyon nem tetszett, mert cérnával, tűvel az nekem úgy nem jött be. A cipész mégiscsak kalapál, szegel, az sokkal inkább, és ezt nagyon meg is szerettem. Elvégeztem az iskolát, utána dolgoztam még azon a helyen, ahol tanultam egy darabig, aztán átmentem egy másik céghez, ahol megismertem a feleségemet, persze nem akkor még, hanem később, de már ott találkoztunk. És utána... Család közben még elmentem modellőr iskolába is, ahol megtanultál cipőket tervezni. Így van, még a cipőtervezést is megtanultam, hát ezért tudunk ma cipőket is készíteni. Hát én végzem a fizikálisabb részét, ami nehezebb munka. Ha most a cipőről beszélünk, akkor például a cipő felső részt, azt együtt elkészítjük. Utána ezt egy kaptafára gyakorlatilag föl kell feszíteni. Tehát a sík felületű bőröket is a kaptafára be kell formázni. Tehát oda fizikális elő kell, föl kell szögelni gyakorlatilag, hogy megadja azt a cipőformát. Aztán utána a talpalás, főleg ha egy bőrtalpú cipőről beszélünk, az is egy kemény fizikai munka, a cipőtalpat, a kruppant talpat körbefaragni, hozzáigazítani a cipő formájához. Úgyhogy ezeket mind én csinálom. És akkor jön a csinosítgatás, meg a kikészítés, az meg már a Marika. Végzettségemre nézve én is cipőgyártó vagyok, aki nem kézzel tanulja meg elkészíteni cipőt, hanem géppel. Folyamatot ismertem, de kézzel egész más ezt elkészíteni, amit elkezd, azt én befejezem, vagy előkészítem, tehát mindig figyelnem kell, hogy éppen hol tart a folyamat. Gyerekeket általában ortopéd orvos vagy gyógytornász küldi hozzánk, hogy szüksége lenne a kisgyereknek egy speciális cipőre. Akkor megérkezik hozzánk, leveszem a lábméretet, megbeszéljük, hogy milyen problémák vannak a gyerek lábával, és az alapján fog elkészülni. Azon kívül kiválaszthatja még külön a bőröket, akár a kisgyerek, a színeket, hogy miből szeretné a különböző alkatrészeket. A külön igényeket, hogy milyen óvodai minta, vagy azt is elkészítjük neki. Mind megvalósítható, és utána történik a cipőnek a megtervezése. Először is a kaptafa kialakítás, aztán a cipő megtervezése, és akkor egyedileg az ő lábára fog készülni. Gyakorlatilag egy gyógycipő, ami kezeli a lábát. A következő lépés a kaptafa készítés, amikor fölépíti a kaptafát a gyerek lábára, tehát hogy az ő egyedi méretei alapján. Utána a mintát leveszi a kaptafáról, és az alapminta alapján készül el egy felső részminta. Rajta van már a minta is, meg hát amit szeretne, tehát hogy néz ki. Ezeket utána, hogy ki lehessen szabni, alapmintákra kell felszabni, ami nagyon-nagyon sok kis alapminta. Utána a szín és a bélésszabás, utána együtt összeállítjuk, és ő var, mindig ő var. Nagyon nehéz bőrt varni, és én nagyon szívesen varrok textilt, de a bőrt sokkal nehezebb varni, mert az ember egy öltést ott hagy, annak örökre nyoma marad, tehát az ott nem, az nincs javítás, és az van precízebb. Egy olyan irányba szeretnénk elmenni, ami a minőségi cipőt jelenti. Valódi bőrből készült, teljesen kézzel készített, valódi anyagokból, semmi műanyag nincsen benne. Gojzervarrott cipőnek is hívják, de lehet ezt akár rámánvarrottként, tehát vannak különböző technológiák.
A dolog lényege az, hogy csak valódi anyag felhasználásával, még a fonal, amivel a talp és a felső rész össze van erősítve, az is lenfonalból készült, saját kezűleg sodrott lenfonalból, és ezek nagyon masszív cipők, úgy is lehetne akár nevezni, hogy örök cipők, mert mivel hogy valódi bőrből vannak kézzel aprólékosan összerakva, ezek nagyon hosszú időtartamot kibírnak. És jól javíthatóak.